Összesen 4 a Magyar Falu programban megvalósult beruházást adtak át Grábócon az elmúlt napokban. Többek között a nemrégiben forgalomba helyezett falubusznak készült egy mobil garázs, továbbá a közösség szervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése történt, valamint a Rákóczi és a Zrínyi utcát korszerűsítették, illetve megújult az önkormányzat épülete, mondja a polgármester. Itt egy energetikai korszerűsítés, akkor egy külső homlokzat felújítás, akkor az egész folyosó újra lett, az egész tornász minden csinálva, akkor lett oszlopokat cseréltünk, tetőt, akkor a kollektorokat raktunk föl. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet szentel a vidéki települések fejlesztésére, a közösségek megerősítésére. Összesen 50 millió forintot nyert el erre a 4 projektre a kis település. Grábóc a körzetemnek az egyik legkisebb, de talán az egyik legszebb települése is, úgyhogy örülünk annak, hogy az elmúlt években ilyen szépen lehetett fejleszteni a térséget, a választókerületemet és Grábócot is. Potápi Árpád János hozzátette, hogy közel 4 milliárd forint támogatás érkezett a körzetébe a Magyar Falu programnak köszönhetően.